Most is egy ideutazásra hívom meg a kedves jelenlévőket, méghozzá néhány évtized távlatából, az 50-es évek közepére, amikor is ez a tánciskola még eleve nem működött, és Gyuri bácsi, Dezs György akkor itt tartotta a foglalkozásait, itt tanította, okította a tehetséges és kétballábas táncolókat is. Egy barátaim ide jártak, én már akkor tudtam táncolni. Ide jártam barátommal, meglátogattam, hogy fejlődik, és néhányszor részt vettem a közös táncokon, és volt olyan eset, mikor egy lánynak nem volt hát párja, akkor megkér Gyuri bácsi, hogy lépjek be a hiányzó fiú helyett, és akkor hát én is táncoltam ott a kezdők között. Feltétlenül meg kell említenem még az alapítvány létrejöttét, amelyet dr. Mihálka György, kedves felesége és fia, az ifjú Mihálka György alapítottak, a TECT alapfokú művészeti iskolát. Ők szorgalmazták, szinte hagyományként lehet tekinteni, hogy a táncot is tanítsák, illetve a táncot tanították először, de ehhez fölvették még a képzőművészetet is, ami nagyon dicséretre méltó dolog. És ennek a kiállításának a megnyitásán veszünk most pillanatnyilag részt. Feltétlenül meg kell említeni még a képzőművészet oktatását ebben az alapfokú intézetben. Magas képzettségű tanárok okítják a gyerekeket, méghozzá olyanok, akik ők maguk is művészek és alkotnak. Tehát jó kezekben vannak, sokat tanulhatnak tőlük. És ezeket a képeket, amit a gyerekek az ő felügyeletük alatt hoztak létre, most meg lehet nézni. Érdekes, mert technikailag is nagyon sokrétűek. A linómetszettől, az akvarelen keresztül, a krétarajzokig vagy tusrajzokig széles területen mutatják be úgy technikai, mint hát a tehetségüket. A következő Goethe idézete, ajánlom figyelmükbe ezt a kiállítást, idézek, nem csak művészet és tudás, de türelem is az alkotás, mit a szellem évek hosszat épít, de ami erjed, az csak később érik. A családban a tánc, társas táncnak művelése és a tanításának a hagyománya az részben bennem is tovább él, olyan értelemben, hogy édesanyám is tánctanárnő, túl a nagymamámon, aki ezt tanította, valamint én magam versenytáncos voltam még gimnazista és egyetemista korom alatt. Így bár a táncművészeti főiskolát nem végeztem el, de annyira megtanultam társas táncolni, és minden versenytáncot szerintem elmondhatja magáról, hogy soha életében már nem fogja tudni elfelejteni, amit valamint meg tudja különböztetni a szépet, ami X-ebb-től. Egy jogot végeztem Szegeden, amint elvégeztem a jogikat, lehetőség nyílt egy olyan pályázat benyújtására az Európai Unióhoz, ami az egyéni fejlődést, valamint a helyi közösségnek a javát is szolgálja egyben. És gondoltunk arra, hogy akkor ez az alapfokú művészeti iskolának az elindítása, a családi hagyományokra építve. Na most ehhez viszont nem csak a pályázat megírásához, hanem maga az intézmény, az iskolának a létrehozásához és működésengedélyének megszerzéséhez szinte azt mondom, hogy kizárólag csak jogi ismeretekre kellett alapozni. És itt tudtam hasznosítani a tanulmányaimat. A működésünket jogszabályi keretek között kell tartani, és ennek a figyelembevétele elengedhetetlen a fennmaradáshoz. Emellett tanítok a Szegedi Tudományegyetemen fakultatív óra keretében, de az egy másodrangú jelen esetben az élet. Elsősorban a helyi
munkaerőre vagy az ismeretségekre alapozunk, tehát a helyben megfelelő végzettséggel rendelkező tanároknak nyitunk lehetőséget, biztosítunk lehetőséget. Sajnos társas táncban, modern táncban, illetve a néptánc, valamint a balettban sincsenek itt a környéken olyan tanárok, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek, vagy éppen más irányban elfoglaltak, úgyhogy ebben a tekintetben ki kell szélesítenünk a kört, és Ceglid mellől is, illetve Budapestről kell megnyerni tanárokat. Ahogy említettem a megnyitónál is, hogy kb. 50 éve nem volt nyilvános művészeti rendezvény ebben a nagyteremben, ez megadta az alaphangulatát. Nagyon bízom benne, hogy lesz még többre is ilyenre lehetőség. Középtávon, hosszú távon egészen biztosan szeretném a tánciskola fényét visszaállítani. Amikor nagymamám visszaemlékezett 90-es években, hogy vajon tud-e ő tanítani itt valaha a tánciskolába, akkor még inkább science fictionnek tűnt az ő vágya. Halála után is még igen távolinak tűnt. Ha azt mondom, hogy könnyebb lett volna elengedni az épületet, meg Ceglédet és a családi hagyományok ápolását, akkor nem tudom kifejezni egyébként, ez nem tükrözi a valóságot. Vagy ha azt mondom, hogy nagyon könnyebb, sokkal könnyebb lett volna továbbfokozva, még az se tükrözi. Ha egyszer vannak egy fának gyökerei, és ez mélyen vannak, az olyan tápanyagot és táperőt tud biztosítani a jövőre tekintettel, vagy akár a jelen kihívásainak a megoldásához, ami pótolhatatlan. Ebből kifolyólag bízom abban, és mindent megteszek azért, hogy valóban lehessen. Természetesen a realitások keretek között apró lépésekkel így jutottunk el a mai napig is. A nagyszüleim házasságuk emlékére kapták, vagyis Nász ajándékba a szülőktől. A nagypapa Tedd György bácsi, és így emlékeink alapján az elmondás szerint és nagymamától is tudom, hogy itt ismerkedtek meg nem ebben a tánciskolában, hanem annak idején a templommal szemben volt a Ceglét tánciskolája, ami áfész felső emeleti rész. Na, összeházasodtak, és így a nagyszülőktől ezt megkapták Nász ajándékba. Először ebben a nagy teremben volt a tánciskola, és természetesen a hagyománynak megfelelően körbe székekkel, és nagypapa itt a szülők jelenlétében kellett annak idején tanítani táncot, tánc és illem. Hát az illem az emlékeink alapján olyan volt, hogy nem lehetett akárhogyan bejönni a nagypapához, nyakkendő, ink, csizma, mindent kitisztítva, suvickolva, úgy, ahogy ezt mondták, és bizony az illemhez is hozzátartozott, hogy úgy kellett viselkedni, ha egyszer nem ment oda a fiú a kishölgyhöz fölkérni, mert senki nem maradhat ott úgy, hogy ott üldögél és nem táncol, akkor sajnos elbúcsúzott egy-két hónapra. Nem volt nyakkendője, be se tehette a lábát. És az udvariasság, a tisztelet, a mindenkivel való helyes beszélgetés, ez alapvető volt. És bárkitől megkérdezik, Tesz Gyuri bácsi tánciskola, ja, hát hogy oda, na az igen, az illem és tánctanári volt. Na ezt szeretném, hogyha vissza tudnánk állítani, mert édesanyám is ezt a folyamatot folytatta itt Cegléden. Akinek a neve pedig? Tetsz Hédi. És ő tanította itt, úgy mondjam, az én generációmat lefölmenőleg, és mi úgy gondolom megkaptuk azt a tánc és illemet, bármelyik az én korosztályomból megkérdezhetik, hogy Hédi nénél illemtanóra az kötelező volt. Természetesen is be is tartottuk, és ez nagyon jó dolog. Az illem az annyit jelent, hogy először is, ha egy helységbe belépünk, akkor hogy ki kit enged be előbb. Vagy lépcsőn megyünk a színházban, akkor hogy kell ott közlekedni. A ruházatokat is mindent elmondott édesanyám. Akkor az emberekkel való társalgás. Azt felkérést is meg kellett tanulni, az következőképpen oda kell menni a hölgyhöz, meg kell hajolni, és először is a szülőtől kellett elkérni, ahogy szabad a hölgy a táncra, akkor azzal elment. Ha társaságban volt, akkor onnan a társaságból, hogy szabad, akkor körbenézett, és ki az, aki tulajdonképpen elengedi a hölgyet.
ez még mai napig is ennek így kell lenni. És itt a probléma, hogy szeretnének úgy viselkedni, és lehet, hogy azt a néhány illedelmes és udvarias gyereket, na nézz oda, hogy előre engedték mondanak jelzőt az idősebbre, és akkor pedig az a nagyon helyes. Azt kell mondani, hogy meg kell tanítani kiskorban őket, és be kell hajtani, hogy igenis, köszönni, előre engedni, udvarjasnak lenni, szépen beszélni, és mindez betartva jó dolog, hogyha jól tudunk viselkedni az életben.